beszéltünk arról, hogy a közigazgatás mit is jelent, és kicsit a polgármester úgy, hogy te jól megfogalmazta azt, hogy a közigazgatás a valóságnak a lényegében. Hiszen vannak politikusok, lesznek politikusok, akiknek vannak ambíciói, kérdetlen vagy elképzeléseik, majd hogy ez a napi gyakorlattá váljon, ahhoz szükség van olyan emberekkel, akik szolgosan nekik ezt meg is teszik. Ezekkel a hangjákkal nem szolgálnak, hanem partnernek kell tekinteni. És már látom magamban itt azt a vitát, ami az elkövetkező hetekben jönni fog, a gazdaság érintése kapcsán hatalmas ötletként képítsük be az államot. Ugye ilyenkor nem csak a kormányon lépőt, hanem sajnos a munkákat is szeretettel képviselni ezt az álláspontot, de az állam az valójában egy teher, egy költségvetési kutatás. És hát egy több termelőüzemre, több fizikai munkásra szükség és kevesebb bürokratára. A valóságban megjelen ez. A közigazgatás, így mondjam, ilyen kicsit neoliberális szóval, GDP termelőműfaj. Hiszen működteti a gazdaságot, működteti a társadalmat, működteti mindazt, ami minket körülvesz. És nagyon sok erőt kívánok ahhoz, mert ennek nagyon erős hite lesz az elkövetkező hetekben a hónapokban, és itt a végén kicsit talán illetlenül ne a köztes ünneplő össz, hanem a szakszervezetből összúrja. Sokan vannak a teremben, sokat ismerem, harcolva kell személyesen is. És szerintem önöknek nagyon nagy felelősség is feladat lesz abban, hogy erre a közigazgatásra vigyázzanak. Nyilvánulják tűnünk is, de higgyék el, hogy partnerek leszünk, de legfőképpen óvják azoktól, akik nem ismerik fel ezt a partnerséget. A szakszervezetekre szükség van, mert hogy ők képesek túlítani azokat a dolgozókat, akik egyébként kevesek. De sokaságként viszont elég erősek ahhoz, hogy képesek legyenek a érdekeiket képviselni. És az egyik előadó, aki miniszterhelyettesként már éppen a parlamentben talán éppen azt kéri, hogy hogyan kellene a közigazgatásból, illetve az önkormányzatokkal elérni forrásokat, de azt mondta, hogy a pártpolitikai csatározásokat nem szabad ilyenkor bejönni a teremben, valójában győzte le a teremben. És ez nem baj, csak a pillanatok kezdve legyünk egyértelmű. Lássuk, hogy ki kivel van. Mi igyekszünk közigazgatás pártján állni, és megmondani őket, megmondani attól, hogy bármilyen kárt szenvedjenek az itt dolgozók, attól a válságkezeléstől, amelyen látható a kormányokkal készül, hogy beszenvedjen bízni. De itt a végén azok mégis csak mindent megyünk, úgyhogy a szervezők, illetve a tudásunkban ezt nem éppen szeretettem meghívni.